de azért alapvető külpolitikai kérdésekben van egy minimális konszenzus, és szerintem abban egyetértés van a arab országok és Izrael között is, hogy Oroszország továbbra is egy fontos külső szereplője marad a térségnek, az Egyesült Államok, az Európai Unió és Kína mellett. Ugye ebből adódott az, hogy Izrael alapvetően hivatalosan nem csatlakozott Oroszország elítéléséhez, ugyanakkor azt láttuk, hogy azért számos fórumon pedig azért volt rendes kritika Oroszország irányába. Üdvözlöm Önöket, ez a Hetek Originals podcastok, a legizgalmasabb aktuális események hátteréről. Morvai Péter szerkesztő vagyok, és mai témánk az izraeli választás, ahol úgy tűnik, hogy megtörtént a nagy visszatérés. Benjamin Netanyahu-nak 1996 óta harmadszor is sikerült ellenzékből visszakerülni a kormányfői székbe, ami nemzetközi rekordnak számít. Vendégünk, akivel ennek a választásnak a geostratégiai jelentőségéről is szeretnék beszélni, Csicsman László, a Széchenyi István Egyetem docense, közel-kelet szakértő. Köszönöm, hogy fogadta a hívásunkat. Köszönöm a meghívást, üdvözlök mindenki. Most, amikor november 2-án egy nappal a választások után beszélünk, akkor a szavazatok feldolgozottsága még nem teljes körű, de úgy tűnik, hogy Benjamin Netanyahu által vezetett nemzeti jobboldalnak sikerült kimozdítania az izraeli politikai patthelyzetet, ami több mint 3 éve tart. Ez alatt a mostani volt az 5. választás, ami szintén rekord a demokráciák esetében. Idézzük talán először fel azt, hogy miért is alakult ki ez a patthelyzet Izraelben. Igazából 3,5 éve tart ez a patthelyzet, ahogy említette is, az 5. választásra került sor, és hát valójában itt a legutolsó alkalommal összeállt egy Netanyahu ellenes koalíció, alapvetően ugye a másik oldalt egy dolog tartotta össze, ez lényegében Netanyahut elmozdítani a politikai palettáról, ezt ugye átmenetileg sikerült megtenni, azonban ahogy várható is volt, és hát mostanában Izraelben jellemzi ezt a politikai válságot, ezek nem túl hosszú életűek ezek a koalíciók, és hát most is az történt, hogy felbomlott és előrehozott választások kerültek kiírásra, ahol hát lényegében úgy tűnik, hogy a Likudnak sikerül visszatérni, és egy, hát azt lehet mondani, hogy Netanyahu-nak a politikai számítása az tulajdonképpen bejött az elmúlt időszakban. Hogyan sikerült most Netanyahu-nak elérni a többséget úgy, hogy tulajdonképpen a koalíciója nem bővült új szereplőkkel? Hát lényegében azt gondolom, hogy az egyik ok az mindenképpen a másik oldalnak a teljes szétesése volt, tehát és igazából Netanyahu erre is számított, hogy itt az arab pártoktól kezdve a baloldali és különféle szereplők tartották egyben a másik koalíciót, ez tulajdonképpen ebben az értelemben felbomlott, és hát sikerült a jobb oldalon például a vallási cionizmus pártnak egy jelentős számú bővülést elérnie. A mostani számítások szerint november 2-án úgy tűnik, hogy 61 vagy 62 helye lesz a Knessetben a Netanyahu vezette koalíciónak, amely gyakorlatilag elegendő a koalíció alkotáshoz, de hát mindig az a kérdés alapvetően, hogy vajon ez a koalíció majd kitölti a megfelelő időt, hogy vajon nem lesz megint egy rövid életű ez a bizonyos új izraeli kormány. Ugye azt lehet látni, hogy most ez a fajta koalíció szembe az előző Jair Lapid által vezetett széleskörű sok pártból és sok különböző irányzatból álló koalícióval ideológiai, politikai szempontból azért sokkal egységesebb. Ez biztosíthatja a koalíciónak a működőképességét? Abban az esetben is ugye itt azért a számok sokszor így magyar szemmel nézve nagyon szűknek tűnnek, tehát egy 120 tagú parlamentben 61-62 képviselős többség az ilyen éppen, hogy többségnek tűnik. Izraelben mégis talán úgy tekintik ezt, mint ami már elegendő egy működőképes koalícióhoz. Hogyan is van ez? Ugye ezt nehéz megmondani, hogy ez mennyire lesz működőképes, de az egészen biztos, hogy az elkövetkezendő hetek az politikai alkukról fog szólni. Tehát itt ugye nyilván Netanyahu és a koalícióban részvevő partnerek között biztos, hogy létrejön egy olyan megállapodás, ha már ez nem jött létre eredetileg, hogy hogyan osszák le a miniszteri tárcákat, és ki milyen szerepet kap.
Én azt gondolom, hogy ez a típusú politikai alkuk Izraelben működtek, ugyanakkor azt is látni kell, hogy az elmúlt 3,5 évben azért alakult ki ez a patthelyzet, mert ezek a koalíciók aztán valamilyen kérdésen, legyen az például a költségvetésrendre fel is bomlottak, tehát arra nem lehet most fogadni, hogy meddig tart és meddig húzza ki ez a koalíció, de alapvetően biztos, hogy ez a 62 hely a Knessetben ez elegendő ahhoz, hogy ha felkéri az államfő Netanyahut, a Likudot a tárgyalásokra, akkor a rákövetkező 28 napon belül ez a koalíció létrejöjjön. Ugye Netanyahu-nak ez volt a 11. választása, eddig 5-öt megnyert, 5-öt elveszített, vagy legalábbis nem nyert meg. Mi a titka annak, hogy ő 73 évesen ilyen visszatérésre volt képes? Egyébként sokan mondják, hogy ha mostanit nem nyerte volna meg, akkor az alapvetően a politikai karrierjének a végét jelentette volna. Én azt gondolom, hogy mindig jó időben, jó, nyilván szerencsés is kell hozzá, de alapvetően azt gondolom, hogy Netanyahu elsősorban egy politikai stratéga, és pontosan tudta, hogy az idő annyiban neki dolgozik, hogy a másik oldalon a koalíció szétesése lényegében várható. Nyilván itt az volt nagy kérdés, hogy az ő ellene zajló korrupciós vádak és eljárás az hogyan megy előre, de most úgy tűnik, hogy ezzel az új kormányfői megbízással ez sikerül elkerülni, sőt, hát egyes elemzők azt mondják, hogy az első lesz az a igazságszolgáltatásnak a teljes reformja lesz, amellyel akár magát a felelősségre vonás kérdését is elkerülheti. Ugye Netanyahu, hát az akárhogy is nézzük, a 90-es évek óta egy meghatározó politikus, a leghosszabban regnáló miniszterelnök Izraelben, aki hát nagyon sok belpolitikai és külpolitikai válságot, ha úgy tetszik, megélt, és mondjuk az elmúlt időszakban hát sikerült olyan pozitív dolgokat teremtenie, mint az Ábrahám megállapodások, ugye ez is az ő nevéhez kötődik, és alapvetően arra hivatkozott most többször a kampányban, hogy az izraeli emberek biztonsága az kulcsfontosságú, és ugye a közel-keleten, hát a biztonság szó hallatán alapvetően ez egy nagyon fontos nézőpont, különösen egy olyan térségben, ahol folyamatos változások, kihívások korát éljük. Még az Ábrahám megállapodásokra térjünk vissza, de előbb egy kérdés még a baloldallal kapcsolatban. A baloldali koalíció pártjai most Jair Lapidot hibáztatják a gyenge szereplésük miatt, mondván, hogy a pártjával úgymond kannibalizálta a szövetséges baloldalt. Hogyan látja ön, hogy hibázott Lapid a kampányban, vagy egyszerűen az izraeli társadalom szakított azzal az időszakkal, amikor még a baloldal adta folyamatosan vagy visszatérően a kormány többséget? Hát nyilván ez is valószínűleg egy átmeneti dolog, hiszen hogy mennyire lehet hibáztatni ezért egy miniszterelnököt, ez mindig egy nehéz kérdés, megítélés kérdése. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy például akik a mérleg nyelvét adták, ugye ezek a bizonyos arab pártok, a RAM, az Egyesült Arab Lista alapvetően hát a palesztin szavazók megosztottak voltak ebben a kérdésben, tehát hogy azt gondolom rengeteg tényező van a háttérben, és azt is látni kell, hogy az izraeli társadalom is változik, a közel-kelet is változik, van egy gazdasági helyzet, ami egyébként részben kedvező is lehetne számos tekintetben Izraelnek, ugyanakkor az áraknak a radikális emelkedése, ami ugye világméretű, az Izraelt is utolérte, lényegében ez komoly panaszokat vált ki a fiatalok, az emberek részéről, sokan azt fontolgatják, hogy elhagyják Izrael területét, és hogy ezeket a kérdéseket a kormánynak nem sikerült megfelelően orvosolnia, de ugye Lapid számlájára már olyanokat is írtak az elmúlt napokban, hogy kiárusította az országot Libanonnak, itt ugye utalván elsősorban a Libanonnal kötött tengeri gázmezőknek a megosztására. Tehát azt gondolom, hogy annyira sokszínű az izraeli társadalom, itt 40 politikai párt indult ezen a választáson, ugye egy viszonylag alacsony küszöb van a politikai bekerüléshez a parlamentbe, ez 3,25%, amit majd meglátjuk pontosan, hogy hány pártnak sikerül megugornia, de nagyjából ilyen 13
körül mondják, de ugye az eredmények még egyelőre nem véglegesek jelen pillanatban, és ugye az a nehéz, hogy ezt a fajta megosztottságot hogy lehet egy közös nevező alá hozni, és kétségtelen, hogy ebben Netanyahu egy óriási stratéga, aki azt gondolom, hogy előre gondolkodik, és hát itt kész megoldása van az elkövetkezendő időszakra. Melyek lehetnek neki az első megoldandó feladatai a koalíció alkotás után miniszterelnökként? Hát én azt gondolom, az egyik, amit említettem, ez a gazdasági helyzet. Ez egyrészt pozitív, másrészt negatív. Tehát ahogy említettem, itt a globális inflációnak a begyűrűzése az Izraelt utolérte. Itt kiemelném azt, hogy alapvetően az egyenlőtlenség, mint probléma Izraelben, ez nagyon komolyan megjelenik. Éppen egy adatot olvastam, hogy a 9,7 milliós lakosságból 107 ezer izraeli van, aki milliómosnak tekinthető, tehát izraeli mértékben, viszont van egy növekvő jövedelem egyenlőtlenség, amit valamilyen formában kezelni kell, nyilván ezen belül külön az izraeli arab állampolgároknak a helyzete. Ugyanakkor másik oldalon az izraeli gazdaság erős, tehát van egy fegyelmezett költségvetési politika, alacsony az eladósodottság, lényegében erős az izraeli sékel, növekvő gázbevételek vannak, tehát itt vannak nagyon kedvező trendek, és hát ugye itt látni kell azt is, hogy például az orosz-ukrán háború hatására kb. 20 ezer orosz érkezett, orosz zsidó érkezett Izrael területére, legalább annyi ukrán is érkezett Izrael területére, az ő integrációjuk. Tehát alapvetően azt gondolom, vannak belpolitikai kihívások, és hát nyilván egy közvetlen kihívás, amivel valamit kezdeni kell, az a örökzöld palesztin kérdés, palesztin problematika, és a térségnek a politikai folyamatai, amelyek hát nem egyszerűsödtek le. Ugye 2022-ben a világ legtöbb országának valamilyen módon viszonyulnia kell, illetve hat rájuk az ön által is említett orosz-ukrán háború. Izraelre talán még az átlagnál is jobban. Ugye láttuk azt, hogy a konfliktus kezdetén Naftali Bennett megpróbált béke közvetítőként föllépni, még ellátogatott Moszkvába is Putyin elnökhöz. Nem sok eredménye, vagy semmi eredménye nem volt ezeknek a találkozóknak, és ugyanakkor ukrán részről azért azt hallani, hogy azért folyamatosan hibáztatják Izraelt amiatt, mert úgymond nem elég eltökélten áll ki Ukrajna mellett. Most ebben a helyzetben Netanyahu-nak a visszatérése hozhat-e változást, és ha igen, akkor milyen irányban? Nyilván attól, mert hogy vezetőváltás van, én azt gondolom, hogy az izraeli külpolitika radikális módon nem fog megváltozni. Nyilván a személyeknek fontos szerepe van, sőt az egyes partnereknek is, hiszen azért kismérték, hát sőt számos kérdésben azért eltérő világnézetű pártok indultak ezen a választáson, különösen, hogyha ezt a 40 pártot összevetjük, de azért alapvető külpolitikai kérdésekben van egy minimális konszenzus, és szerintem abban egyetértés van az arab országok és Izrael között is, hogy Oroszország továbbra is egy fontos külső szereplője marad a térségnek, az Egyesült Államok, az Európai Unió és Kína mellett. Ugye ebből adódott az, hogy Izrael alapvetően hivatalosan nem csatlakozott Oroszország elítéléséhez, ugyanakkor azt láttuk, hogy azért számos fórumon pedig azért volt rendes kritika Oroszország irányába. Itt a nyáron azt láttuk, hogy elég feszült viszony alakult ki az orosz-izraeli kapcsolatokban, ez ugye elég sokrétű. Például Oroszországban elkezdték korlátozni a zsidó ügynökségnek a munkáját, többek között ezt sokan összefüggésben hozzák azzal, hogy számos orosz zsidó állampolgár vándorolt ugye Izrael területére. Tehát számos tekintetben feszültség van, ugyanakkor azt gondolom, hogy Izraelnek nem érdekelnek a rossz viszonynak a fenntartása, hiszen Oroszország fontos szereplő maradt továbbra is a szíriai politikai folyamatokban. Itt azért ne felejtsük el, hogy amikor közvetlen izraeli-iráni konfrontációra került sor, akkor végső soron azért Oroszország közvetített a felek között. Tehát, hogy ezek a folyamatok nem igazán változnak a térségben. Maximum nyilván azt el tudom képzelni, hogy Oroszország szerepe a közel-keleten most talán
picit csökken átmenetileg annyiban, hogy a figyelem az ukrán háborúra terelődik jobban, de lényegében megmarad egy fontos külső szereplőnek a térségben. És azt gondolom, hogy nyilván Netanyahu-nak érdekében áll ebben a közel-keleti helyzetben egyfajta lavírozó, egyensúlyozó külpolitikát folytatni, és nem szembe menni Oroszországgal. A ukrán részről az is megfogalmazódott, hogy az oroszok által vásárolt és használt iráni drónok, azok tulajdonképpen Ukrajnába egyfajta tesztelésen vannak, mondván, hogy a következő célpont Izrael lehet. Mennyire reális az, hogy ebben a konfliktusban Izraelnek a magatartása az összehozta, közelebb hozta Oroszországot és Iránt, és ezzel nőtt Izraelnek a veszélyeztetettsége? Hát ugye nyilván Irán egy elszigetelt helyzetben van, egyfajta kitörési lehetőséget látott ebben a helyzetben, nem utolsó sorban ugye bevételszerzést, vagy ezeket a drónokat értékesíti, sőt most már ugye rakétákról is szó van Oroszország irányába. Azért azt látni kell, hogy ezek a drónok azért nem teljesítenek technikailag a legmegfelelőbben. Ugye azt is látni kell, hogy nyilván alapvetően további szankciók vetett be elsősorban az Egyesült Államok Iránnal szemben. Látható, hogy Irán belpolitikájában gondok voltak az elmúlt hetekben, hiszen nagyon komoly tüntetések játszódnak le még most is alapvetően az országban, tehát több nagyvárosban zajlanak ezek a tüntetések. Tehát azt gondolom, hogy összetett nyilvánvalóan az egy nagy kérdés Izrael számára, és Netanyahu ezt világossá tette, hogy minden áron szeretné megakadályozni, hogy egy újabb nukleáris megállapodás létrejöjjön. Én azt gondolom, hogy ez most nem időszerű, hogy létrejöjjön, inkább az a kérdés, hogy mikor jöhet létre, és milyen feltételek mellett. Azt gondolom nem most, de Izrael mindent meg fog tenni, hogy ez a megállapodás ne jöjjön össze. Van egyébként annak gyakorlati jelentőség, hogy a napokban az ENSZ közgyűlése nagy többséggel felszólította Izraelt, hogy csatlakozzon az atom sorompó szerződéshez, és adja föl a nukleáris elrettentő erejét, amit ugye Izrael hivatalosan nem ismert el. Van az ilyen deklarációknak, elvárásoknak gyakorlati következménye Izrael esetében? Hát azt gondolom, hogy jelen esetben nincs. Nyilván ez a fajta üzenet, ez több ízben megfogalmazódik Izrael irányába, és azért itt a tágabb térségben nyilván mindenki számára világos, hogy Izrael rendelkezik ilyen nukleáris fegyverekkel, tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, ugyanakkor, hogy érdemi konkrét jelentősége lenne most a térségbeli politikai folyamatokra, azt nem gondolnám. És végül nem közvetlen Izraelhez kapcsolódó, de szintén aktuális hír, hogy Szaúd-Arábia arra figyelmeztetett, hogy Irán napokon belül támadást intézhet a királyság ellen, és Amerikában is ezt a lehetőséget komolyan veszik. Mivel járhatna egy ilyen konfrontáció, illetve mi lehet ebben Iránnak a kalkulációja, hogy ilyen irányba szélesítsen egy egyébként is feszült térségbe helyzetet? Hát egyébként épp azt kell látni, hogy az elmúlt másfél évben ugye elindult egy dialógus Irán és Szaúd-Arábia között, tehát hogy meglepő volt egyébként ezt a hírt olvasni. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy alapvető feszültségek a Perzsőből térségében ne lennének a két ország között, de ahhoz képest, ami 2019-20 magasságában, ugye az eszkaláció csúcspontján volt, ahhoz képest ma sokkal jobbak ezek a kapcsolatok. Én megmondom őszintén, nem gondolom, hogy most egy ilyen támadással kellene számolni. Azt ugyanakkor nem zárom ki, hogy olyan típusú támadás, ami 2019-ben szaúdi olajlétesítményeket érintett, ebben ugye volt bizonyos iráni közvetítő szerep, amit nyilván alapvetően Irán tagad, de valószínűleg a drónoknak a célba juttatásában iráni szerep állt a háttérben. Tehát ilyen típusú események azt gondolom előfordulhatnak a térségben, és ugye ez mindez attól is függ, hogy Iránnak a térségbe való visszaintegrálása az hogyan zajlik. Irán
Azt gondolom, hogy mindenképpen érdekelt lenne egy újabb nukleáris megállapodásban az Egyesült Államokkal, ugyanakkor nem minden áron alapvetően, és itt ugye az ördög a részletekben rejlik. És akkor még visszatérve egy mondat erejéig az Ábrahám megegyezésekre, megállapodásokra, ugye Szijjártó Péter külügyminiszter pont Jordániában van, és ő tett egy ilyen megjegyzést a választások után, hogy nőhet az esély annak, hogy ezek a megállapodások most az új izraeli kormány égisze alatt kiszélesedhetnek. Milyen irányba van Izraelnek lehetősége bővíteni ezeket a kapcsolatfelvételeket? Egyrészt ugye 2 éve történt meg ezeknek a megállapodásoknak az aláírása, és ez bizonyos lehetőséget ad arra, hogy értékeljük, és azért azt lehet mondani, hogy ez a 2 év összességében vegyes eredményeket hozott. Pozitív kimondottan az Egyesült Arab Emírségek és Izrael viszonyában, nem csak gazdaságilag, politikailag is azt lehet mondani, számos megállapodás született, és Bahrein vonatkozásában is ezt emelném ki. Lényegében ugye többször elhangzik a bővítés lehetőség, általában ugye Szaúd-Arábiát emlegetik, Ománt szokták és Katart emlegetni, mint lehetséges államok, azonban azt gondolnám, hogy ennél összetettebb a közel-kelet politikai viszonyai, és az, hogy nincs Ábrahám megállapodás, ez nem gátolja meg, hogy ezen államok úgynevezett munkakapcsolatban legyenek egymással. Tehát ugye Szaúd-Arábiának akár Jeruzsálem, vagy akár az arab béketerv kérdésében, a palesztin kérdésben engedményt tenni ideológiailag alapvetően, ehhez alapvetően ez egy alapvető kérdés Szaúd-Arábia számára, és nem gondolom, hogy egyik pillanatra a másikra egy ilyen bekövetkezne. Csicsman László, Széchenyi István Egyetem docensével beszélgettünk az elmúlt percekben az izraeli választásoknak az eredményéről, itt várható következményéről. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen. Köszönöm akkor a lehetőséget. Remélem, köszönöm szépen, nem nyúltam bele nagyon a következő találkozóba. Megyek is tovább. Köszönöm szépen. Köszönöm, viszontlátásra. Köszönöm.